A Három kápolna címmel tartott előadást Molnár V. József, magyar örökségdíjas néprajz és néplélekkutató, grafikus művész, Gödöllőn 2015. november 6-án. Az Új Forrás polgári kör által megszervezett előadásnak a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ nagy terme adott otthont. Az est házigazdájának, Raj Tamásnak köszöntőjét követően Molnár V. József előadását a Fallós kúton lévő kápolna történetének elbeszélésével kezdte. 1947. július 2-a a magyarság egyik legnagyobb ünnepe, Sarlós Boldogasszony ünnepe. Ezen a valamikor pirosbetűs ünnepen, amikor az aratás kezdődött, hasznoson egy asszonyság aratta urával. Ezt az asszonyságot Sántáné Csépe Klárának hívták, és nagyon szomorú. Nagyon szomorú, mert ezen a napon régen nem arattak. Klára asszony vallásos volt. És nagyon szomorú volt, hogy neki ezen a szent napon aratnia kell. Aztán, amikor delet harangoztak, megebédeltek, az embere, aki fuvaros ember volt, meglehetősen részeges is, káromkodós, az embere ebéd után lefeküdt az egyik akácfa alá, Klára asszony pedig megkereste a még talpon lévő búzát, a legszebbikét, oda letérdepelt, és kérte Boldogasszonyt, az Isten szülő asszony Szűz Máriát, hogy ne haragudna az urára. Rendes ember. Annak ellenére rendes ember, hogy iszik, annak ellenére rendes ember, hogy káromkodik, mert hiszen eltartja a 8 tagú családot, ugyanis 6 gyereket szült ennek az embernek, Klára asszony. Boldogasszony, az Isten szülőasszony Szűz Mária megjelent fönt a felhők között, és szólt neki. Klára, urad vétke megbocsátatott. De téged kérlek arra, hogy menj ki Fallóskutra. A Fallóskuti erdőben van egy egészen kicsike kis totyogós, mocsaras rész. Az az én forrásom. Az lesz a dolgod, hogy tisztá legyen az a forrás, tisztíts ki, aztán később állítsatok oda feszületet, majd épüljön ott kápolna. 1947. július 2-án Sallós Boldogasszony napján történt ez a látomása Klára asszonynak, akkor, amikor már a kék cédulás választással a kommunisták voltak hatalmon, mondom, a kommunisták voltak hatalmon, a sátánnak egyik serege. Most a sátánnak másik serege van hatalmon, a nagy tőke. Ugyanarról a tőről gyökeredszik. Ugyanarról a tőről. Ugyanarról. Csak módszerbeli különbség van közöttük. Lényegi különbség nincsen. Nem merte megmondani urának, Klára asszony, amit neki Szűz Mária mondott, de augusztusban, augusztus 15-e környékén, Nagy Boldogasszony napja környékén, éjszaka álmában újra megjelent neki Szűz Mária, és kérte arra, hogy most már ne halogassa. Tisztítsa ki a forrást, állítson oda feszületet, majd később épüljön ott kápolna. Klára asszony aznap reggel megmondta az urának. Ura azt mondta neki, hogy Klára, én mindig tudtam, hogy te bolond vagy. De hogy ekkorán bolond legyél, azt azért nem képzeltem. Tudod, én sokat erdöltem ott azon a részen. Ott csak kő van, kő. És kicsike föld. Én mindig csodálkoztam azon, hogy a kicsike földön hogy tudnak megmaradni azok a hatalmas fák. Hogy semmiféle tocsogós rész nincsen.
Vedd ki a fejedből. Én kimegyek feled, Klára. Viszem a fejszét. Ha nem találjuk meg azt a forrást, akkor én ott téged fölaprítalak. Így mentek ki. Klára asszony végigimádkozott, megtalálták a forrást. És visszafele jövet történt az első csoda. Ez az ember, ez a verekedős, aki minden garast a fogához vert, ez az ember azt mondta az asszonyának, hogy Klára, eladjuk a két ökröt. Két szilaj marha ökrük volt, azzal fuvarozott. És fölépítjük a kápolnát. Az első csoda. A földön a sátán uralkodik, de Isten akarata fölötte van. A legnagyobb székely Orbán Balázs a hazafiság őrtornyának nevezi, a Magyarság Egyesülésének szent helyeként említi a Gyimesekben szép havason épült, a Szentléleknek felajánlott kápolnát, melyet 2014 pünköst hétfőjén szenteltek fel. Molnár V. József előadásában nem csak a szép havasi kápolna újraépítésének viszontagságairól mesélt, de azt is elmondta, hogy ez a hely milyen spirituális erővel bírt egykor és ma is. Egy másik kápolna. Szép havas. Gyimes felső lók mellett található a szép havas. Az a világ legszebb tája. Aki életében egyszer volt a Széphavason, az tudja, hogy annál szebb, annál jobb nem létezik. Kárpátok, ez a keleti Kárpátok. Nincs mesztelen szikla. A hegyeket föld és erdő borítja. Ha valahol az ember érzi azt, hogy a Kárpátok az boldogasszony ölelése, akkor ott érezheti. Aki életében egyszer járt ott, csak egyszer, egyetlen egyszer, nagyon fáradtan, szórtan ment, kimerülten, kétségbe esetten, és ott fönt a kápolna romnál tudott imádkozni, az attól kezdve mindig visszavágyott oda. Állt valamikor ott egy kápolna. Ott a gyimesekben sorba álltak kápolnák, egészen székelyföldi, őrkápolna szerepet töltöttek be. Ezeknek a kápolnáknak az volt a szerepe, elsődleges szerepe, hogyha jön a tatár, és a csángók ott Moldvában észreveszik, hogy jön a tatár, akkor csángatnak, innen a népnevük. Mondom, innen a népnevük. Nem onnan, hogy valaha, valahonnan elcsángáltak. A moldvai csángó magyarok, akik legősibb kapcsolatunkat őrzik a Teremtő Egyetlen Istennel, kovászőrzők, minden esztendőben, 1567-től, amitől kezdve pünkösdi búcsú volt Csíksomlyon, gyalog jöttek a gyimesi hágón át, zászló és kereszt alatt, és itt a Széphavason lévő kápolnánál találkoztak a székely testvérekkel, a határőr székelyekkel. Itt együtt imádkoztak, aztán innen együtt gyalogoltak tovább Csíksomlyóra. Pünköst hétfőn ide érkeztek vissza, a székelyek és a csángó, itt imádkoztak, a Szentlélek erejével telve, bizakodással ment, kiki a helyére tette, kiki az Istentől megszabott dolgát. A csángó úgy figyel a tatárra, a székely meg hogy védje a hazát. Az előadáson végül a Normafánál található Szent Anna réten felépítendő engesztelő kápolnáról esett szó. És egy harmadik kápolna. Született egy asszony
asszony, lány. Mert hiszen életében lány maradt, Pozsony mellett egy kicsi faluba, félig magyar, félig szlovák, Natália nővér. Kamaszlány korában már az orsolyita rendnek a tagja lett, és mint ahogy a középkorban általános volt, ő is lelkével eljegyezte magát Jézussal. Natália nővér folyamatos kapcsolatban állt, amíg élt, hosszú élet adatott neki, 1901-ben született, és a 1990-es évek elején kéri vissza a Jóisten az ő lelkét. Ő Jézus jegyese volt. És Natália nővér úgy tudott imádkozni, hogy Jézus odaült mellé. Ha az ember átadja magát az imádságnak, ami nem más, mint az Istennel való beszélgetés, akkor Jézus odaül mellénk. Natália nővérrel azt üzente nekünk a közén született Isten Jézus, hogyha Budán, a Normafánál, a Szent Anna réten, ami nagyon régóta Isten által kijelölt szent hely, csak úgy, mint a Szép Havas, vagy Falloskút, ahol főépül az ő édesanyjának a háza, a világ győzelmes királynőjének a háza, akkor elkerül bennünket a háború. Molnár V. József komoly történelmi és lelki témákat felsorakoztató előadását teljes terjedelmében megtekinthetik ma este a Régió Plus televízió műsorán.